Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Fidesz és a KDNP szóvivője, kommunikációs igazgatója, Hollik István, a Magyarországgyűlés volt és új képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Így az ünnep előestején, hisz tudják, hamarosan ránk köszönt a savat. A szombat kimenetele után viszont a pünkösd. Úgyhogy egész Magyarország ünnepelni fog. Ünnepelni fognak a zsidók és a keresztények, hisz annak idején az örökkévaló Mózesnak odaadta a 10 parancsolatot, a Tórát, ezt ünneplik ilyenkor a zsidó pünköstkör, és hogy mit ünnepelnek a keresztények, ezt majd vasárnap reggel Mohos Gábor püspöktől fogják megtudni, de előtte erről is szó lesz. És akkor, ha megengedi a kötelező köröket, 5782 Sziván havának negyedik napja van, míg a polgári időszámítás szerint 2022. június 3-a van, és péntek. Ma a kotildok ünnepelnek, ezért emlékezni fogunk rájuk is a nap folyamán. 138 évvel ezelőtt született Kozma Lajos kosudias magyar műépítész, iparművész, grafikus, a Műegyetem tanára is volt. A várható időjárás, ne vegyék készpénznek, mert lehet, hogy ennél melegebb lesz, mint amit mondok, 14 és 32 Celsius fok között várható. Tehát figyeljenek oda főleg a kiskorúaknak és a szépkorúaknak a folyadék háztartására. Most nyissák ki az ablakot, igyanak egy korty vizet, hisz jön a Magyar Nemzeti Banknak a középárfolyam ismertetője. Az euró középárfolyama 3,9467, ami már volt drágább, de Isten segítségével lesz még olcsóbb is. Míg az amerikai dollár 3,6692, az angol font 4,6139. És már is a kommunikációs igazgatóval elkezdjük a beszélgetést. Az ATV főmunkatársának sikerült egy villáminterjút készíteni a Luxemburgban tartózkodó Navracsics Tiborral, és a villáminterjúnak a lényege az volt, hogy Magyarország, illetve a magyar kormány, a Fidesz és a KDNP nem megy, hisz a KDNP tagja a néppártnak, valamilyen módon rendezni kapcsolatait a néppárttal. Meg tudja ön ezt erősíteni? Hát az, hogy Navracsics Tibor tárgyal, ugye nemrég volt az Európai Néppártnak egy ülése, amin egyébként a miniszter úr is részt vett, és azon dolgozik, hogy ezeket a kapcsolatokat megerősítse. Ezt meg tudom erősíteni. Orbán miniszterelnök úr brüsszeli tartózkodásán érdekes dolgok történtek. Mit tud erről nekünk mondani? Hát a lényeget azt gondolom, hogy mindenki hallhatta. Nyilván ez egy nagy küzdelem volt. Régóta ismert a brüsszeli olajembargós javaslat. Azt gondolom, hogy az alapvető hibát a bizottság követte el akkor, amikor úgy fogalmazott meg, úgy tett le a kormányfők asztalára egy javaslatot, hogy elfelejtett a kormányfőkkel előtte egyeztetni. Ez pedig a politikai téren megszokott dolog, hogy egy miniszteri értekezlet előtt is egyeztetnek arról, hogy mit fog. Ha arra utal, hogy ez elég gyermekdett hívának tűnik, akkor igen, erre gondoltam. Osztom a véleményét, tehát érdemes úgy egy javaslatot megfogalmazni, egy olyan javaslatot, amivel szemben egyébként a tagállamok vétóval élhetnek. Először egyeztetni a tagállamokkal, és utána megtenni a javaslatot, akkor talán hamarabb kompromisszumra lehetett volna jutni. Hát ez nem így sikerült. Minden esetre a magyar érdek teljesen világos volt. Magyarországon, Magyarországnak nem ideológiai okokból, nem politikai okokból, hanem egyszerűen ez a fizikai valóság, de jelenleg az orosz kőolajnak és még inkább a földgáznak egyszerűen nincs alternatívája. Bár hosszú távon el kell azon kezdeni gondolkodni, hogy hogyan tudjuk egyébként
diverzifikálni az energiaellátásunkat, tehát hogyan tudunk több lábra állni, megújulókat megerősíteni, esetleg más beszerzési forrásokat keresni, de a helyzet az, hogy a szakértők döntő többsége, sőt, nincs olyan szakértő, ami nem azt állítja, hogy ilyen olcsón nem jutunk sem kőolajhoz, sem gázhoz, ahogy most. Mi megtettünk mindent, ugye a környező országokkal a csővezetékeink össze vannak kapcsolva, tehát képesek vagyunk máshonnan is földgázt beszerezni, de ilyen és kőolajat, de ilyen olcsón nem lehet Kelet-Európában máshonnan beszerezni. Éppen ezért nekünk az volt az érdekünk ezen a tárgyaláson, hogy ez az olajembargós javaslat tartalmazza azt a kivételt, amit végül a bizottság beletette be a javaslatba, ezért is tudott a magyar miniszterelnök erre igennel szavazni, hogy az olajembargónál kivételt képez az a kőolaj, ami csővezetéken érkezik. Ez Magyarország számára egy elfogadható kompromisszum volt. Kommunikációs igazgató úr, mivel tudja magyarázni azt, hogy fontos volt a magyar kormánynak a pátriárkát megvédeni? A 70 éves vallás üldözés, ami volt nálunk, vagy mi? Hát alapvetően azt gondoljuk, hogy az európai kultúrának a demokrácia mellett az egyik alapja a vallás szabad gyakorlása. És az számunkra elfogadhatatlan, hogy egy politikai természetű ügybe a vallásszabadságot csorbítsák, mert hogy a szankció, annak bármilyen formája, az egy politikai természetű ügy. Ebbe a vallást belekeverni és egy pátriárkát, egy egyházi főmértóságot belekeverni egy politikai ügybe, őt megbüntetni. A sztálini időket idézni. Az azt gondolom, hogy nem megfelelő, ezt mi nem is tudtuk elfogadni. Ebben is sikerült egy kompromisszumot a határozott magyar fellépésnek köszönhetően elérni. Lengyelország már elkezdte megkapni az újjáépítési, illetve a pénzeket az Európai Uniótól. Vajon mi mikor kezdjük el megkapni? Ugye a furcsa helyzet, ezek mely források ezek? Ugye most két uniós forrásról beszélünk. Vannak a 7 éves költségvetés forrásai, és vannak az úgynevezett újraindítási alapforrásai. Lengyelország ez utóbbit kapta meg. De mi még nem kaptunk az újraindítási forrásokból, vagy rosszul tudom? Nem kaptunk, de ezt a forrást mire találták ki? Arra, hogy a Covid után az európai gazdaság, abban a tagállamok gazdaságai meg tudjanak indulni. De ha jól emlékszem, én is voltam Covidos, és Magyarországot is ugyanúgy sújtotta a Covid, mint az Európai Unió összes tagállamát. Így van, és arra nem is emlékezhetünk, hogy milyen rég volt már ez, amikor erről kellett beszéljünk. Azóta a magyar gazdaság volt egyébként az egyik első, aki kilábalt a válságból, és elérte a Covid-járvány előtti kibocsátás, gazdasági kibocsátásnak a szintjét. Tehát mi megoldottuk ezt ezen Európai Uniós források nélkül is, de ennek ellenére az elfogadhatatlan, hogy kitalálnak egy forrást, ez egy közös hitelfelvétel, ezért mi is kezességet vállalunk, és ezeket a forrásokat meg politikai okokból nem kapjuk meg. De ez a helyzet. Segítsen nekem megérteni, és azonnal a belpolitikánál vagyunk. Vendégem volt a Budapest főváros teljes főpolgármester helyettese, Kis Ambrus. Azt hiszem, hogy ez a titulusa, vagy még hosszabb. Hosszasan beszélgettünk, és állítólag össze fognak gyűlni, meg fogják szavazni, lesz Bősz Anett is tagja lesz az intézménynek. Vajon a kormány részéről mikor alakul meg a tárgyalóbizottság, és mikor tudnak leülni velük? Mi mindig nyitottak voltunk a fővárosavajló egyeztetésre. Ennek a korábbi időszakban volt is egy bevett intézményi rendszere, amelynek keretében ugye Budapest és a főváros és a kormány tudott tárgyalni.
ennek az intézményrendszernek, vagy állandó tárgyalási formának a hatékonysága az nem volt túlságosan kielégítő. Ennek ellenére mi természetesen nyitottak vagyunk minden tárgyalásra. A Budapest a nemzet fővárosa. A nemzet főváros és a budapestiek pedig úgy döntöttek, hogy Karácsony Gergely vezesse ezt az intézményt. Az a helyzet, hogy ahogy mi a Fidesz-KDNP részéről nemzeti konzultációkban, népszavazásokon, a fontos ügyekben kikérjük az emberek véleményét, úgy én sajnáltan veszem tudomásul, hogy Budapest legfontosabb ügyeivel kapcsolatban Karácsony Gergely viszont nem teszi meg ugyanezt, és úgy hoz meg a budapestiek mindennapi életét befolyásoló döntéseket, sávlezárások, rakpartlezárások, hogy ezekről nem kérdezi meg az érintettek, az ott lakók, a belvárosiak véleményét, ők egyetértenek-e ezzel. Jó lenne, hogyha ez megtörténne, egyébként akkor sokkal könnyebb lenne a kormánnyal is a tárgyalás, hiszen maga mögött tudhatná az emberek véleményét és adott esetben támogatását is, mint hogyha ez most nem lenne így. Képviselő úr, annyi időnk maradt még hátra, hogy köszöntse nézőnket, illetve a magyar nemzet tagjait itthon és a diaszpórába, hisz szombat este ránk köszönt a pünkösd, és keresztény testvéreinknek is pünkösovót, ami ugyanaz Pepitába, és vasárnap és hétfőn a keresztény testvéreinkre is. Ime Jákob, a robot kamera, forduljon hozzájuk, és ugyanolyan jó pihenést, vagy amit gondol, nem akarok súgni, kívánjon nekik, mind önmagának és gyermekeinek. Hát a háború közepette én mindenkinek szép és békés hétvégét és ünneplést kívánok. Mindenki pihenje ki magát, hogy megújult erővel tudjunk nekilátni a feladatainknak jövő hétkedden. Önnek is boldog, békés pihenést kívánok, és kellemes pünkösdöt és a családdal töltse el, és kicsit fölvértezzük magunkat a jövő hét mindennapjaira. Köszönöm, hogy rendelkezésünk áll. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Hollik István, a Magyarországgyűlés tagja, a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója volt televíziónk vendége, megerősítette azt az interjút, amiről mindjárt hallhatnak Csuha Ildikótól. Tartsanak velünk!